Ezzel szemben, ahogy mutattam az elején, hogy tudok olyan dolgokat csinálni, amik elég szórakoztatóak, még nekem is, mint dobos, vagy egy másik dobosnak. Ugyanígy tudunk olyan dolgokat csinálni, a zenét nem agyon csapva, amiktől felismerhetőek leszünk. Vagy, hogy mondjam, igen, tehát ami jól jellemez minket. Ki tudja mi ez? Miről van szó? Oké. Másik példa. Oké. Világos? Miről beszél? Tehát nincs benne 8 tam, nincs benne 128-ad, egy hangból tudom, hogy miről beszélek. És ilyeneket csinálni nem tilos. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valaki keresse meg a saját hangját, a saját megütését, ne csessze szét a kör végén a zenét egy olyan fül kedvéért, amelyiknek egyébként csak az ő számára van értelme. Ehhez még hozzáteszem azt, hogy és ezen szabályok betartása mellett is lehet olyat csinálni, amitől azt mondják, hogy ezt ismerem. Ismerem ezt a filmet, ismerem ezt az intro figurát, mert ötletes, mert jellemző rá. Akkor ha csak 10 perc van, akkor erre egyetlen példát mutatok, és akkor azt a számot végig is fogom játszani, mert nagyon szeretem. A Will Calhoun, aki az egyik legjobb rockdobos, kettő hangról fogunk beszélni az utolsó témakörön. Kettő hang. Mutatom a dolgot. Eljön. Igen. Figyeljetek. Lehet érteni, hogy mi történik? Le tudnánk ottázni valaki? Tehát mutatom akkor... A végén van valami furcsaság, ugye? Ezért mondom, hogy kettő hang az, ami furcsa helyen van. Ez egy triola. Annyi trükk van benne, hogy a triolát, az 8-at triolákról beszélünk. 8-at triola úgy van elrendezve általában, hogy úgy szoktuk meg, hogy a negyedekkel együtt mozog. Tehát így. Itt jönnek a negyedek. Nem ordítom túl magamat. Ehhez képest itt az történik, hogy a 8-at triolákat 1-8-attal eltolja. És akkor ebből az lesz, hogy... Ez a szokásos hely, és eljön. Ugye az történik, hogy soha nem találkozik a nagy dobbal. Szemben azzal, hogy... És ugye ez úgy jön ki, hogy amit elébe játszik, az a... Ezt játsza be elé. Ez úgy jön ki, hogy a második nyolcadra, tehát a triola első hangja az még együtt van. Oké? Kettő hang történt nagy dobon, és egy olyan hatalmas signature groove, hogy 30 vagy 25 éves a szám, nem tudom, és a mai napig meghallja bárki, és esetleg, ha véletlenül dobos, vagy van némi zenei érdeklődés, akkor azonnal fölkapja a fejét, hogy Jézus Mária. Nem pont a gyári kíséretet fogom játszani, de nagyon hasonló lesz, tehát ahol ő triolákkal operálott én is, és ahol ő, mit tudom én, Ride-on játszik, ott én is, de
de egyébként nem 100%-osan egy forma a két kísérlet. And during the few moments that we have left, we want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Personality. I know your anger, I know your dreams.
Köszönöm szépen! Ez egy zseniális szám, hallgassatok Living Color. Egyébként meg hallgassatok kicsit ilyen szempontból zenéket, mint ahogy itt megpróbáltam mutatni. És akkor lehet, hogy egy picit máshol fog helyeződni a fókusz, amikor dobolással foglalkoztok, vagy máshova fog helyeződni a fókusz akkor, amikor találkoztok egy drugtoktívis látvány videóval, ami arról szól, hogy milyen ügyes valaki. Úgyhogy ennyi lett volna a fő üzenet, köszönöm szépen a türelmeteket. Hogyha valaki...